Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a Hanflix tyúk rajongóit. A mai napon a kakasokról lesz szó, a fő témánk a tyúkok közül is a hímivarú állatkákról szóló. Bármilyen kultúrtörténeti érdekesség. Először is tisztáznunk kell a tyúknak a fogalmát. A tyúkok azok a fácán alkatúak közé tartozó szárnyas állatkák, amiket a Hanflixen már megnézegethettetek. Különböző elnevezések vannak. A kicsikék, amik éppen csak kikeltek a tojásból, még az első 48 órában napos csibék. Ugyanis a sziktartalékuk még 48 óráig elég, ebben az időszakban még táplálkozniuk sem nagyon kell, tehát ezeket még egészen másképpen nevezzük. Utána csibék egészen addig, amíg el nem érik azt a 8-10 hetes kort, amikor már úgy számítódik, hogy növendékek, és ilyenkor már csirkéknek hívjuk őket. Még a csirkéknél is nagyon nehéz kideríteni, hogy kakas lesz-e vagy tojó az állatunkból, de vannak azért erre már módszerek, hogy meg lehet nézni. Na most az alkalmazott módszerek azok olyan 60%-osok, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy vagy tojó lesz, vagy kakas. De az biztos. Amikor már kezdik elérni a felnőtt korukat, akkor érnek a jérce korszakban, majd innen tovább a már ivarérett állatokat nevezzük tojónak vagy kakasnak. A tojók azok a nőstény tyúkok, a kakasok pedig a hím tyúkok. Honnan ered maga ez a szó a magyarban? A tyúk szavunk érdekes módon a nagy mongol nyelvcsaládnak a Csagatáj ágához, a Csagatájról tudjuk, ugye, hogy Dzsingiszida herceg volt, Dzsingisz Kánnak a fia, és ő maga is dinasztia alapító. Külön mongol nyelvjárást beszéltek az ő uluszában, és tókként került valószínűleg, hogy török közvetítéssel a magyar nyelvbe is át a tyúk szó. De az is lehet, hogy még egy korábbi együttélés, vagy valamilyen olyan találkozás alkalmából volt hasonló szavunk, mint például a bátor szó is, ugyanazt jelenti a mongolban is. A tojó neve pedig a takja, szintén mongol eredetű szóból származik. Érdekes módon a kakasokat nem nevezték még ekkor őseink külön, hanem egyszerűen hímtyúknak hívták. Vagy kantyúknak. Ez is régi nyelvemlékeinkben előfordul. A kakas szó maga az a görögből átvett szó, ami kokoras a görögben, de sok indoeurópai nyelvben is megtalálható, például a cseben is hasonló hangzású, de akár a fint is említhetnénk, ahol kukkónak hívják a kakast. Ez valószínűleg hangutánszó szóból eredhet, a kukorékolásból, ami a kakasnak egy ilyen elnevezést adott. A kakas a kultúrtörténetben egy igen jelentős állat volt. A banki vagy tyúk, ami egy ázsiai eredetű tyúkfajta, került át Európába. Először a görögök ismerkedtek meg vele. Ők úgy is hívták, mivel perzsa közvetítéssel jutott el oda, hogy perzsa tyúk vagy méd tyúk. Tehát ezek voltak az első ismert tyúk megjelenések Európában. A görögöknél a művészetben is jelentős volt a tyúkoknak a szerepe, elsősorban a kakasnak. Ugyanis a kakas kifejezte a férfiasságot, a bátorságot, de gyógyító erőt is tulajdonítottak neki. Sok aszklepiád és szentély körül kapirgáltak a kakasok. De mivel ilyen jósló szerepe is volt, a delfai jósdának is volt kicsi baromfi udvarkája, ahol megtalálhatóak voltak ezek az állatkák. Az első kakas a görögök szerint úgy keletkezett, hogy Afrodité, aki Héfaisztosznak volt a felesége, Afrodité istennő, a szerelemnek az istennője, Héfaisztosz pedig a kovács isten, aki nagyon féltékeny volt gyönyörű feleségére. Viszont Afrodité elég kikapós hölgy volt, aki Árisszal, a hadistennel is összeszűrte a levet.
Árésznak volt egy barátja, Akletion, akit megbízott azzal, hogy vigyázzon már addig, amíg ők Afroditéval hetyegnek, és figyelmeztesse őket, hogyha közeledik a reggel, és Héfajsztosz hazajön a munkából. Viszont a barátja elaludt, és így Héfajsztosz, így Héliosz, a napisten meglátta a szerelmes párt, és beárulta őket Héfajsztosznak. Na, ebből nagy botrány lett a görög istenek között, ezért nagyon megharagudott Árész, hogy a barátja így nem vigyázott, úgyhogy a barátját kakassá változtatta. És minden reggel ez lett a büntetése, hogy kukorékolnia kell, mikor kel fel a nap, hogy figyelmeztesse az embereket a napfelkeltére. Több olyan istenhez is, görög istenhez kapcsolódik még kakas a mitológiában, akik valami módon a nappal, vagy a tudással, a felhívással vannak kapcsolatban. Például Héliosz napistennek is kedvenc állata volt a kakas, de Apollón mellett is látjuk, nem egy ábrázoláson. De olyanoknak, mint Hermész is kedvelt állata volt, tehát több helyre is kötődik a ktonikus és az égi istenekhez egyaránt. A ktonikus isteneknek fekete kakast áldoztak áldozatul a görögök, az égi isteneknek pedig fehér kakast. Itt az állatáldozatoknál már gondolhatunk is rögtön arra, ugye, hogy a vudu szertartásokon is fekete kakast áldoztak a különböző vudu papok. Később a középkor idején a boszorkánysággal is kapcsolatba hozták, talán pont ezért, hogy ilyen alvilági istenek szerepeltek a kakassal kapcsolatban, és a fekete kakast a boszorkányok állatának, vagy kedvenc állatának is tartották, egyik kedvenc állatának többek között. Viszont a keresztény kultúrában már a kakasnak másabb szerepe van. Ugyanis a Bibliában több helyen is előfordul kakas, az Ószövetségben is, például Jób könyvében, ami viszont mi szempontunkból jelentős, az az Újszövetség elsősorban az a nagyon jelentős rész, amit a szinoptikusok egyaránt leírnak, hogy Szent Péter, aki nagyon bizonygatja, hogy soha nem árulná el Jézust, mégis a fenyegetettség érzése miatt háromszor is megtagadja, hogy bizony nem ő vele jött a Getsemáni hegyre. Ezért Jézus azt mondja neki, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor elárulsz engem. Ami így is történt, Szent Péter akkor döbbent rá, hogy megtagadta így a mesterét, amikor valóban megszólalt a kakas. És ez olyan bűnbánatra indította, ami miatt a kakas a bűnbánatnak a jelképe lett a kereszténységben. De nem csak a bűnbánatnak, hanem például az éberségnek is a jelképe, mivel ez egy éber állat. Valamint a feltámadásnak is, ugyanis a pirkadatot jelzi, tehát amikor a kakas megszólalt, már a római időkben is tudták, hogy az éjfél és a napfelkelte közötti pontos fél időben tartanak. És egy ilyen óra műnek is használták a rómaiak magukat, a kakasokat. Ezért a templomok tetején elterjedt, hogy szélkakast, ilyen érckakast ábrázoltak. Magyarországon ez nem terjedt el, ugyanis a magyar nyelvben a szélkakasnak nem olyan pozitív jelentése van, tehát a magyar katolikus templomok tetején nem találunk sehol sem érckakast vagy szélkakast, viszont a protestantizmussal, a németek által hazánkba is eljutott protestantizmussal már a református templomok tetején megjelenik a szélkakas. Többnyire most már ott is inkább a buzogányt használják, de ott is az éberség és a prédikáció, mint a jól prédikáló, szép szavú kakasnak a hangja, az, ami így jelképesen megjelenik. Nem csak a keresztény középkorban, hanem a pogány középkorban is fontos jelkép. A házityuknak a latin nevét halljuk, az Gallus Gallus Domesticus. Ebből már rögtön halljuk, hogy Gallus, ugye?
ami latinul nem csak tyúkot jelentett, hanem gallembert is. Gondoljunk csak Julius Caesarnak a De Bello Gallico, tehát a Gallháború című művére, ahol a gallokat is így nevezi meg. Hát kik a gallok? A mostani Franciaország, valamint a régi német-alföldi vidék országai, ahol gallok éltek. Ez a gallus kifejezés rögtön predesztinálta is arra a kakast, hogy átvegyék a gallok mint jelképet. Vercingetorix volt az, aki Julius Caesarnak nagy ellenfele, és sokáig eredményes ellenfele is volt, bár aztán Julius Caesar legyőzte és Rómában végig kurcoltatta. De a galkakas itt, mint a férfiasság és a harci erénynek a jelképe jelenik meg. Olyannyira, hogy a rómaiak, bár először ezt görög elfajzásként hívták, későbbiekben már kakasviadalokat is rendeztek harcok előtt. Ugyanis úgy tartották, hogy ez feltüzeli a katonáknak a harci kedvét, hogy látják, hogy ezek a hímtyúkok milyen harciasak, és majd ők is így fognak harcolni. Ami elképzelhető, hogy így is történt. Az állatviadaloknak Rómában volt hagyománya, a kakasviadaloknak is, valamint Ázsiában is. Hát manapság már ezek azért be vannak tiltva úgy, hogy kakasviadalokat nem nagyon láthatunk. Meg kell még említenünk, hogy nem csak ilyen viadalokra és ilyesmikre és házőrzésre is akár használták a kakasokat, hanem bizony megevési szándékkal is. A legfinomabb húsú kakas az a kiherélt kakas. Ugyanis sokkal porhanyósabb lesz a húsa, valamint nagyobbra nő és jobban hízik. Ezért a középkor folyamán, de már a rómaiaknál is, a kappan sült az igazi inyenc falat és ünnepi lakomának számított a nagy megterített asztalokon. A másik, amiről még szintén, mint kakasról beszélnünk kell, az pont az ellenkezője, a bábakakas. Azok az állatok, amik ilyen nyeszlettebbek voltak, és nem tudtak tojásokat megtermékenyíteni, tehát ilyen impotens kakasok voltak, azokat hívták bábakakasnak. Későbbiekben is a kakas megmaradt olyan emléknek, hogy például vallon pénzeken is megjelenik. A napóleoni időkben például, mint a galkakas, ami már feledésbe merült akkoriban, hogy ezt a gallal összehozzák, ugyanis volt egy olyan időszak is, amikor a kakast, mint így a paráználkodás jelképét is számon tartották, tehát ez lassanként feledésbe merült a kora középkor, késő antikvitás kora középkor után, viszont a későbbiekben újra visszakerült a francia jelképek közé elsősorban, még úgy, hogy pénzérméket is vertek olyanokat, amiknek az egyik felén egy kakas volt látható. A képzőművészetben is sok helyen megjelenik a kakas, mint kedvelt állat, ugyanis gyönyörű szép tolla van. Ráadásul többféle kakas is létezik a földön, a fél kilóstól egészen a 7 kilósig különböző fajtákban különböző variációkat találunk. Ezeket gyönyörűen meg lehet jeleníteni a képzőművészetben és az iparművészetben egyaránt. Például faragott népi iparművészeti tárgyakon is találhatunk kakasmotívumokat.